Állj föl, állj föl! Felállok, csak hagyd menjek oda közelebb. De minek jössz közelebb? Álljál már föl! Állj föl, és próbálj felállni, igen, igen, most egyensúlyozzál, igen, nagyon jó, de ne az, amit mindenki be akar kakálni, more! Álljál fel! Hát ő nem megy tovább. Dehogy nem megy tovább. Állj föl, ez az, lazán. Lazán, először a fenekedet, utána a gerincedet, nagyon jó. És most mondd azt, hogy wow! Wow! Ne! Rátették a vízre azt, és mondták, hogy azon föl kell állni, és akkor úgy kell evezni. Hát és hát én próbáltam, de képtelenség megállni rajta. Négy kézzel mentem rá, utána googoltam, kipucsítottam a s***en, meg mit tudom, mindent csináltam. És mikor fel akartam állni, kész, beleestem a vízbe. Zsama! Zali! Nem, ez most, de Krisztián, ez most vicc. Mikor láttam, hogy a Zoli nincs eszméleténél, akkor belém jött a feeling, én vagyok a David Hasselhoff, mentem, csináltam, amit kellett. Jaj, beverte a fejét, jaj! Pulzusa van neki! Várja, telefonodnál haladva hívjuk a mentőköt! Kint. Várja! Dobog! Zoli. Nem összekapta őt a víz? Zoli! Hello! Ne szórakozzatok ma, na jó, vegyük ki, gyerekek! Én nagyon megijedtem, mert azt gondoltam, hogy ennek én vagyok ennek a napnak a felelőse, azt gondoltam, hogy én nem vagyok ennek a napnak a mindenese, és hogyha bármi történik valakivel, azért én felelek. És én baromira megijedtem, hogy nem megfulladt, nem egy vizet kapott, nem egy nyelt. Ott van-e? Fújjat! Jó, erősebb, itt középen, ne! Fújjat! Ott van, a jó van, lélegzik! A franc vigyel a pofádot, mikor megijesztel minket! Bemígy a vízbe úgy, hogy nem visz magaddal! Van-e ketté törted a szívem? Hát még az enyémet! Jó! Beverte a fejét! Na jó, hagyjuk, gyerekek, szerintem hagyjuk ezt a mai napot. Jó, az a lényeg, jó van. Dik, hogy remegek-e?